Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Télapó. Egy téli reggelen Babóca, a katica kislány, így szólt Bogyóhoz, a csiga fiúhoz. Képzeld, ma éjjel jön a télapó. Tényleg? Álmélkodott Bogyó. Bizony, minden jó gyereknek ajándékot tesz a csizmájába. Tedd ki te is a csizmádat az ablakba. Este Bogyó gondosan kipucolta a csizmáját, és kitette az ablakba. Izgatottan bújt ágyba, nem bírt elaludni. Az eget figyelte, vajon mikor érkezik rénszarvas szánnyán a télapó. Babóca korán kelt, rögtön az ablakhoz szaladt. A csizmájában már várták az ajándékok. Színes ceruzák és egy nagy piros alma. Bogyó is izgatottan szaladt az ablakhoz. Nagyon kíváncsi volt, mit hozott neki a télapó. De jaj, a kis csizmák teljesen üresek voltak. Bogyó annyira elkeseredett, hogy észre sem vette a másik ablakban a hatalmas piros csomagot. Újra és újra belenézett a csizmájába, ütögette, rázogatta, de semmit nem talált benne. Bánatában elindult világgá. Nekem semmit sem hozott a télapó, sírdogált. Pedig olyan jó csiga gyerek voltam. Közben Babóca elment meglátogatni Bogyót. Ha-ho! Nézd csak, mit kaptam a télapótól! De hiába kopogott, a csiga fiú nem nyitott ajtót. Babóca megijedt. Hová tűnhetett, Bogyó? Meg kell keresnem. Vendel, a szarvasbogár, Baltazár, a méhecske és Pihe, a lepke lány is elkísérték. Ha-ho! 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 Bogyó! Bogyó! Besötétedett, mire a barátok rátaláltak Bogyóra. Egy farönkön ült, és keservesen sírdogált. Babóca odaszaladt hozzá. Mi a baj, Bogyó? Mi történt? Nekem nem hozott ajándékot a télapó, pedig igazán jó csiga gyerek voltam. Ne butáskodj, vigasztalta Babóca. Biztos, hogy te is kaptál ajándékot. Talán olyan nagy volt, hogy nem fért el a csizmádban, és máshová rakta a télapó. Nem, én semmit nem kaptam. Szerintem egyáltalán nincs is télapó. De ebben a pillanatban megjelent az égen egy szán. Két rénszarvas húzta. Ahó! Integetett télapó a gyerekeknek. Remélem, mindjárt örültetek az ajándékoknak. Jövőre újra eljövök. Bogyó tátott szájjal nézett utána. Menjünk el Bogyóhoz, és keressük meg az ajándékát. Most már a csiga fiúnak is jobb kedve lett. Bogyó házában rögtön észrevették a nagy piros csomagot. Nézd csak, ott az ajándékod a másik ablakban. Tényleg? Jaj, de jó! Bogyó kibontotta a csomagot. Egy színes szélcsengő volt benne. Ahogy Bogyó meglökte, a harangok egymásnak ütődtek, és csilingelés töltötte be a szobát. Ez gyönyörű! Vendel felakasztotta a csengettyűket a bejárat fölé, aztán mind elbúcsúztak Bogyótól. Bogyó elégedetten bújt ágyba. A szélcsengő hangja hamar álomba ringatta. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A bicikli. Egy nyári napon a postagalamb csomagot hozott Bogyónak és Babócának.
Jókora csomag volt, szép piros papírban, kék szalaggal átkötve. Levél is tartozott hozzá. Babóca elolvasta a papírtekercset. A 100 lábú írta! Hurrá! Hamarosan meglátogat minket! Ezt az ajándékot pedig nekünk küldi. Nekünk? Kérdezte Bogyó. Hogy nekünk? Neked vagy nekem? A levélben az áll, hogy nekünk. Biztosan közös ajándék. Még hogy közös, mérgelődött Bogyó. Biztosan nekem szánta, mert én találtam rá karácsonykor a hóban. De én fogadtam be a házikomba. Én gyógyítottam meg. Én főztem neki teát. Vágta rá Babóca. De én olvastam neki mesét a kukacos mesekönyvből, folytatta Bogyó. A piros csomagoló papír nem bírta sokáig. Hamarosan elszakadt az egyik vége is, meg a másik is. A papír alól pedig kerekek bukkantak elő. Egy bicikli, kiáltott Bogyó. Éppen jó lesz nekem. Nekem lesz éppen jó, közölte Babóca. Jól van, vidd magaddal a biciklit, ha annyira akarod. Okos enged, szamár szenved. Én vagyok az okos, te vagy a szamár. Bogyó nem hagyta magát. Nem ér, én vagyok az okos, te vagy a szamár. Vidd el te a biciklit. Végül egyikük sem vitte el. Duzzogva elvonultak, és a félig kicsomagolt biciklit ott hagyták a réten. Hamarosan arra jött Baltazár, a méhecske, és Pihe, a lepke kislány. Nézd csak, mi ez? Egy bicikli? Kérdezte Baltazár. Igen, az, válaszolta Pihe. Levél is van hozzá, Bogyónak és Babócának, a 100 lábútól. Toljuk el nekik, javasolta Baltazár. Megfogták, és ekkor az összes csomagoló papír lehullott az ajándékról. Nagyot nevettek. Nézd, ez egy tandem bicikli. Ketten ülhetnek rajta. Próbáljuk ki, mondta Baltazár. Ha-ho, Bogyó, ha-ho, Babóca, meghoztuk a bicikliteket. Ott hagytátok a réten, kiáltozott Pihe. Bogyó és Babóca előugrottak. A homlokukra csaptak, hiszen ez egy tandem bicikli. Ketten is ráférünk. Mi pedig mekkorát civakodtunk rajta. Nyomban kibékültek, és összeölelkeztek örömükben. Micsoda szép ajándék! Mi pedig a nagy veszekedésben nem is készítettünk semmit a 100 lábúnak, pedig mindjárt itt lesz, mondta riadtan Bogyó. Készítsünk a 100 lábúnak egy szép, színes szélforgót virágszirmokból, javasolta Pihe. Igen! Nagyon jó ötlet, helyeselt Bogyó és Babóca. A 4 jóbarát piros, lila, fehér, sárga és rózsaszín virágszirmokból szélforgót fabrikált. Ebben a pillanatban megérkezett egérfogatán a 100 lábú. A kisegér megállt a réten, és a 100 lábú kiszállt a dióhéjhintóból. Boldogan összeülelkezett Bogyóval és Babócával. Látom, megkaptátok az ajándékomat. Remélem, tetszik. Gyönyörű ajándék! Nagyon örülünk neki! Mondta Bogyó és Babóca. Mi pedig együtt készítettük neked ezt a szélforgót. A 100 lábú 10 napig maradt vendégségben Bogyónál és Babócánál. Nagyokat kirándultak együtt az új biciklin, beszélgettek, énekeltek, játszottak, remekül érezték magukat. A vidám napok hamar elszaladtak. Ideje, hogy elinduljak hazafelé. Nagyon jól éreztem magam nálatok, mondta a 100 lábú. Gyere el jövő nyáron is, mondta egyszerre Bogyó és Babóca. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A gomba kalapja. Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vendel és Gömbi kirándulni indult az őszi erdőbe. Egyszer csak holk sírást hallottak. A bokor mögül jön, suttogta megszeppenten Bogyó. Egy kis gomba sírt a bokor mögött. Hiányzott a fejéről a kalapja. Ki vitte el a kalapod? Kérdezte bátortalanul Babóca.
Nem tudom, mire felébredtem, már nem volt a fejemen. Szipogott a gomba. Ne aggódj, majd mi segítünk. Keresünk neked másik kalapot. Nyugtatta meg Bogyó. Mind hazaszaladtak, és hamarosan egy-egy fejfedővel tértek vissza az erdőbe. Hoztunk neked új kalapot, mondták, és sorra felpróbálták a gombára a kalapokat. Először Babóca adta rá pöttyös sapkáját, de az sehogy sem illett a gombához. Utána pihetette fel rá boszorkány süvegét. Nem akarok boszorkány lenni, mondta dühösen a gomba. Ezután Gömbi húzta elő napellenző sapkáját, de az meg kicsi volt rá. Most Bogyó következett. Két kalapot is hoztam, itt a kertész kalapom, és elhoztam az ördög sipkámat is. A kertész kalap viccesen festett a gombán, de ő ennek egyáltalán nem örül. Nem tetszik, szögezte le. Az ördög sipkától még dühösebb lett. Nem, nem vagyok ördög, mérgelődött kipirulva. Akkor lett csak igazán morcos, amikor Baltazár elővette a piros fazekat, amit a hóember viselt télen. Hiszen ez egy fazék, nem fogok egy fazekat hordani, dühöngött a gomba. Ez nem egy egyszerű fazék, ez volt a hóemberünk kalapja, vágta rá sértődöttem Baltazár. Végül Vendel a szarvasbogár került sorra, egy cilindert hozott a gombának. Ez nem is rossz, dünnyögött a gomba. De kérlek, keressétek meg inkább az én kalapomat. Azt szeretném hordani. Neki láttak megkeresni a gomba pöttyös kalapját. Épp ekkor repült arra a három kanári fióka. Mi tudjuk, hol van a gomba kalapja? Három szubogár csónakázik benne. Láttuk! Csipogták. Gyertek, irány a patak! Kiáltott Babóca. A vizen dalolászva csónakázott a gomba kalapjában a három szú. Adjátok vissza a gomba kalapját! Kiáltott rájuk dühösen Bogyó. Megígértük barátainknak, a bolháknak, hogy meglátogatjuk őket. Szükségünk van egy csónakra. De ez a kalap nem csónak, a gombáé. Adjátok vissza! Harciaskodott Bogyó. A szubogarak végül vonakodva visszaadták a kalapot. De hogyan jutunk el így a bolhákhoz? Kérdezték szomorúan. Majd mi elviszünk titeket, mi is a kis szigetre tartunk, csipogta a három kanári. Hurrá, madárháton fogunk repülni, ugrándoztak a kis szúk. De előbb visszavisszük a gombának a kalapját, szögezte le Babóca. Vagyis a csónakot, kuncogott a három szú, de Bogyó olyan szúrósan nézett rájuk, hogy nyomban abba hagyták. Köszönöm, mondta boldogan a gomba, és elégedetten mosolygott, mintha csak rám öntötték volna. A szúbogarak felpattantak a három kismadár hátára. Jó utat, kiáltott utánuk a gomba. Jó utat, harsogta Bogyó, Babóca és a többiek. Mindannyian búcsút vettek a gombától, és kalapjukat fejükbe nyomva elindultak hazafelé. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Boszorkányok. Egy nyári napon Bogyó és Babóca barátaikkal a boszorkányokról beszélgettek. Ti elhiszitek, hogy léteznek boszorkányok? Kérdezte Baltazár, a méhecske. És hogy seprűnyélen repkednek éjszaka? Hát, nem is tudom, dünnyögte Bogyó. Nem sokára Bogyó és Babóca elindultak hazafelé. Mi lenne, ha este visszajönnénk? Hát, ha látunk boszorkányokat, javasolta a Katica lány. Kosárba enni és innivalót pakoltak, és újra elindultak a rétre. Hosszasan nézték az eget, de semmi sem történt.
Gyere, Babóca, menjünk haza. Szerintem nincsenek is boszorkányok. Babóca hirtelen megtorpant. Bogyó, valami furcsa hangot hallottam a fa mögül. Jaj, Bogyó, mozog a falombja! Rémülten összeülelkeztek. Egyszer csak egy boszorkány röppent fel a fa mögül. Bogyó és Babóca nagyot sikítottak ijedtükben. Aztán egy másik boszorkány is feltűnt az égen. Szaladj, Bogyó, meneküljünk! És szaladtak, ahogy csak a lábuk bírta. Gyorsan bebújtak egy bokor mögé. Jaj, Babóca, milyen kár, hogy nincsenek velünk a barátaink! Erre a két boszorkány leszállt a földre, levették fekete köpenyüket, fekete kalapjukat, és vidáman így kiáltottak. De igen, itt vannak a barátaitok! Mi vagyunk azok, Pihe és Baltazár! Babóca szörnyű mérges lett. Tényleg ti voltatok a boszorkányok? Nagyon csúnya dolog volt így megijeszteni minket. De mi csak meg akartunk titeket tréfálni, magyarázkodott Baltazár. Bogyó is háborgott. Igazán rossz tréfa volt, ezt még megbánjátok. Dühösen elindultak hazafelé. Ki kell találnunk valamit, Bogyó, hogy ezt visszaadjuk nekik. Mi lenne, ha mi is megijesztenénk őket? Ez az, kiáltott fel Babóca. Van is egy jó ötletem. Pihe és Baltazár magukra maradtak a réten. Most mit csináljunk? Tanakodtak megszeppenve. Lehet, hogy tényleg nem volt annyira jó ötlet? Ez alatt Bogyó és Babóca a Katica házához szaladtak, és gyorsan ördögjelmezbe bújtak. Fekete ruhát, fekete sapkát húztak, piros papírból szarvakat ragasztottak a fejükre. Siess, Babóca! Türelmetlenkedett Bogyó. Már látom, hogy jönnek! Gyorsan beugrottak egy bokor mögé, és várták, mikor ér oda Pihe és Baltazár. Akkor aztán kiugrottak a bokor mögül, és jól ráijesztettek a barátaikra. Segítség! Ördögök! Sikított fel a lepke kislány és a méhecske. Ugye milyen rossz, ha megijesztenek? Kapta le dühösen sapkáját a csiga fiú. Na hát, te vagy az, Bogyó! Ámult el Baltazár. Ez nagyon csúnya dolog volt. Csúnya dolog? A boszorkányos még sokkal ijesztőbb volt, kiabálta Bogyó. Nem is, az ördögös volt ijesztőbb. Elég legyen, szólt rájuk Babóca. Hagyjátok abba a veszekedést, béküljünk ki. Megígérjük, hogy többé nem teszünk ilyet, de ti is ígérjétek meg, hogy nem fogtok ijeszgetni minket. Igazad van, bólintottak a többiek. Nem akarjátok felpróbálni az ördög sisakot? Kérdezte Babóca. De igen, ti is felvehetitek a boszorkány kalapot. Sőt, a seprünkre is felülhettek. Na hát, kiáltotta Bogyó. Ez nagyon jó, úgy repülünk, mint a boszorkányok. Igen, tette hozzá Baltazár is. Mint az igazi boszorkányok. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A kanári fiúkák. Egy szép napon Kelemen a kanári madár társat talált magának. Lenke egy tölgyfán élt nem messze Babóca házától. Kelemen és újdonsült párja, Lenke, fészket raktak a tölgyfa legszebb ágán. Bogyó és Babóca lentről figyelték a madarak épülő fészkét. Nézd, Lenke napok óta fel sem áll, csak ül a fészekben. Lehet, hogy beteg, aggódott a csigafiú. Ugyan, Bogyó, biztosan tojást fog rakni, fiókáik lesznek. Lelkendezett Babóca. Tojás, fióka, értetlenkedett a csiga fiú. Hát persze, melengeti őket, és a tojásokból egyszer csak előbújnak a fiókák, mondta a Katica lány. Lenke nem sokára felállt, és ahogy forgolódott a fészekben, Bogyó észrevette a három kicsi fehér tojást. Három fióka lesz, szaladt vidáman Babócához. Egy reggel izgatott csipogás hallatszott a tölgyfáról. Hurrá! Kibújtak a fiókák!
kiáltott a babóca, és örömükben összeülelkeztek Bogyóval. Megnézhetjük őket? Kérdezte izgatottan babóca Kelement. Persze, de legyetek óvatosak, még nagyon kicsik és gyengék, mondta a büszke apuka. Kelemen felvette hátára Bogyót és babócát, és letette őket a fészek mellé. Milyen aranyosak, szólt boldogan babóca. A csiga fiú és a katica lány óvatosan megsimogatták a kicsi kanárikat. A kis madarak gyorsan nőttek, hamarosan elkezdték tanulgatni a repülést. Lenke gondosan tanítgatta őket, és napról napra ügyesebbek lettek. Elmegyünk eleségért, jók legyetek, mondta Kelemen. Nehogy egyedül kirepüljetek a fészekből. Kicsik vagytok még, csak akkor repülhettek, ha mi is itt vagyunk, tette hozzá Lenke. De a legkisebb fióka nem fogadott szót. Ugyan már, én már jól tudok repülni, megpróbálom egyedül, mondta, és már indult is. Nem szabad, nem szabad, csipogott a másik kettő, de nem tudták visszatartani testvérüket. Amikor a szülők visszaértek, a két fióka idegesen toporgott a fészekben. Kirepült! Kirepült a testvérünk! Sírtak mindketten. Jaj, hiszen kicsi még! Mi történhetett vele? Kiáltott riadtan Lenke. Meghallotta a kiáltozást Bogyó és babóca is. Nyomban elindultak, hogy megkeressék az elkóborolt fiókát. Keresték mindenütt. Keresték a dombon, a hegyen, a tóparton, az erdőben, a réten, de nem találták sehol. Lassacskán sötétedni kezdett. Hogyan találjuk meg ebben a sötétben? Kérdezte Lenke, és keservesen sírva fakadt. De ekkor különös fény gyúlt az égen. Egy egész sereg Szent János bogár sietett a kanárik segítségére. Majd mi világítunk, biztosan megtaláljuk, mondták egyszerre. Ott van a bokorban, kiáltott hirtelen Bogyó, és mindnyájan odaszaladtak. A kicsi kanári kimerülten dideregve szunyókált a bokor alján. Lenke szárnyaiba vette, és boldogan megölelte. Meg vagy végre! Mindig fogadj szót ezentúl, mondta Kelemen. Lenke felröppent az égre, a Szent János bogárkák pedig körbe táncolták őket lámpásaikkal. Olyan szép volt, mintha tündérek táncolnának az égen. A kanári család hamarosan nyugovóra tért. Lenke a szárnyai alatt melengette a kicsinyeket. Jó éjszakát, madárkák! Suttogta boldogan Lenke. Bogyó és babóca, kit jó barát kalandja. Rossz álom. Egy viharos estén Bogyó, a csiga fiú, lefekvéshez készülődött. Fogat mosott és ágyba bújt, mintha valaki zörgetett volna az ajtón. Talán csak a szél, gondolta, és nem törődött vele. De a zörgés pár perc múlva újra hallatszott. Mi lehet ez? Belebújt a papucsába, és kinyitotta az ajtót, de nem látott senkit. Biztos csak képzelődöm, mondta, és visszabújt az ágyba. De valaki ismét zörgetett. Ki az? Ugrott ki az ágyból Bogyó rémülten. Kitárta az ajtót, és körbenézett. Kukac, gyere be! Olyan kicsi vagy, hogy nem vettelek észre. Mi történt? Rosszat álmodtam. Itt maradhatok nálad, mondta a kukac. Persze, itt maradhatsz. Bogyó egy papírdobozból apró ágyacskát hajtogatott a kukacnak. Tessék, ez lesz az ágyad. És mi lesz a takaróm? A sapkám éppen jó lesz. Olyan, mint egy igazi hálózsák. Jól van, kukac, most már aludjunk. Álmos vagyok. Bogyó már majdnem álomba merült, amikor a kukac megszólalt. Bogyó, felgyújthatjuk a lámpát. Félek a sötétben. Ugyan, hiszen nincs sötét, világít a hold. Nincs mitől félni, aludjunk, mormogta a csiga.
De igenis sötét van. Erősködött a kukac. Nincs sötét. De sötét van. Jól van, széthúzom a függönyöket, így már látod a holdat. Világítanak a csillagok is. Aludjunk végre, mérgelődött Bogyó. A csigafiú magára húzta a takaróját, és azonnal álomba merült. De nem sokáig aludhatott, mert a kukac ismét felverte. Szomjas vagyok! Így áll, kukac! Vágta rá Bogyó. Nem érem el, segíts, Bogyó! Kérek egy kis vizet! Nyafogott a kukac. Köszönöm, súgta a kukac. Aludj jól! Bogyó jól is aludt volna, ha pár perc múlva a kukac ismét fel nem ébreszti. Éhes vagyok! Nem! Éjjel nem eszünk, majd reggel! Dörrent rá Bogyó. De én éhes vagyok, nem vacsoráztam a vihar miatt! Panaszkodott a kukac. Köszönöm, többet nem zavarlak! Ígérte a kukac, és rágcsálni kezdte az almát. De nem tartotta be az ígéretét. Bogyó, nem tudok elaludni, félek! Ébresztette fel ismét a csigát. Mitől félsz? Kérdezte fájdalmasan Bogyó. Nem tudom, csak úgy félek. Kérlek, mesélj nekem valamit, attól elalszom. Jól van, nem bánom, mesélek neked, már úgyis kiszállt a szememből az álom. Bogyó mesélni kezdett a kukacnak. Elmesélte, hogyan sodorta el a papírsárkányt a szél, hol találták meg a gomba kalapját, hogyan gyógyította meg Bagoly doktor a fülgyulladást, és mit kapott a százlábú karácsonyra. De a kukac a felét sem hallotta, mély álomba merült a mesétől. Végre Bogyó is alhatott. Mire felébredtek, véget ért a szélvihar, és hét ágra sütött a nap. Látod ott azt a képet az ágyam felett? Kezdte Bogyó. Mert én is szoktam rosszat álmodni, és olyankor mindig erre a tündérre gondolok. Ő segít, hogy elűzzem a rossz gondolatokat, meg az ijesztő álmokat. Neked is rajzolok egy képet az ágyad fölé, valakiről, akit nagyon szeretsz. Ha bánatos vagy, akkor csak ránézel, és rögtön megnyugszol. Elillan a rossz álom. A napocska! Rajzold le a napocskát, őt nagyon szeretem, mindig mosolyog. Nagyon szép lett, köszönöm, mondta elégedetten a kukac. Ragaszd ki az ágyad mellé, és a kukac már indult is boldogan hazafelé. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A hóember. Egy hideg téli reggelen Bogyó a csigafiú vidáman kopogtatott Babóca ajtaján. Gyere velem szánkózni! Babóca gyorsan felvette a téli kabátját, sapkát, sálat, kesztyűt húzott, és már indultak is. A katicalány felült a szánkóra, a csiga pedig húzta-húzta erősen. Hamarosan elállt a hóesés. Bogyó és Babóca élvezték a téli napsütést, lankás dombokon és meredek hegyoldalakon csúsztak. Nézd csak, milyen szép hóember, kiáltott Bogyó. Jaj, neki megyünk, aggódott Babóca, de már késő volt. A szánkó egyenesen nekiszáguldott a dombalján áldogáló hóembernek. Nem ütötted meg magad? Kérdezte Bogyó Babócát. Én nem, de a hóembert alig, ha nem tönkretettük. Hát igen, a hóember felborult, állapította meg Bogyó is. Meg is eszem a répa orrát. Hógolyozzunk egyet a hóemberből, javasolta Babóca. Bogyó és Babóca vidám hógolyozásba kezdtek. A hóemberből hamarosan szinte semmi sem maradt. Egyszer csak Baltazár, a méhecske köszönt rájuk. Babóca vidáman kérdezte. Nincs kedved hógolyózni velünk? Most nem érek rá. Hoztam egy kalapot és egy sálat a hóemberemnek, amit tegnap építettem. Nem láttátok véletlenül? Bogyó és Babóca riadtan néztek egymásra.
Húha! Suttogta Bogyó. Biztosan azt a hóembert keresi Baltazár, amelyiknek neki mentünk. Nem merték elmondani Baltazárnak, hogy feldöntötték a hóemberét. Nem, nem láttunk semmiféle hóembert. Sehol sem találom a hóemberemet. Fakadt sírva Baltazár. Bogyó és Babóca nagyon megsajnálták a méhecskét. Ne szomorkodj, mondta végül Bogyó. Építsünk inkább egy új hóembert. Jó, egyezett bele szipogva Baltazár. Az alsó legnagyobb hólabdát Babóca gyúrta, a középsőt, a hóember pocakját Baltazár, a legkisebbet pedig Bogyó. Ez lett a hóember feje. Babóca megemelte Bogyót, Bogyó pedig feltette a helyére a hóember fejét. Amikor a hóember elkészült, Baltazár végre a nyakába köthette a csíkos sálat. Bogyó nagyot ugrott, és feltette a hóember fejére a piros fazékkalapot is. Hű, nagyon szép lett, lelkendezett Baltazár. Az az igazság, szólalt meg ekkor bűnbánóan Bogyó, hogy mi tettük tönkre a hóemberedet. Véletlenül nekicsúsztunk a szánkonkkal. Nem haragszol? Na hát, ti voltatok? Kérdezte megdöbbenve a méhecske. De aztán hamar megbocsátott Bogyónak és Babócának. Ez a hóember sokkal szebb lett, mint az előző, jelentette ki. Menjünk, csúszunk le a dombon együtt! A három jó barát késő estig szánkózott a hegyoldal meredek lejtőin. Most már nagyon vigyáztak az új hóemberre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A mézes kalácsok. Elérkezett a december. Az erdőt beborította a fehér hótakaró. Bogyó és Babóca a Katica lány pöttyös házikójában üldögéltek. Süssünk mézes kalácsot, javasolta vidáman Babóca. Bogyó és Babóca munkához láttak. Sürögtek, forogtak a konyhában, összegyúrták a tésztát és laposra nyújtották. Babóca elővette fiókjából a mézes kalács formákat. A formákat belenyomták a tésztába, és sütni kezdték a mézes kalácsokat. Amikor szép pirosra sültek, akkor Babóca kivette a mézes kalácsokat a sütőből, egy tálba tette, és kivitte a házikó elé. Hamar kihűl majd a hidegben, mondta Bogyónak. Ebben a pillanatban elrepült a házikó felett egy szarka. Megérezte a finom illatot, és nyomban észre is vette a mézes kalácsokat. Megfogta csőrével a tálat, és uzsgyi, elröpült vele. Amikor Babóca kijött, hogy bevigye a süteményeket, sehol sem találta a tálat. Jaj, valaki elvitte a mézes kalácsokat, kiabált kétségbe esetten. De ki vihette el a tálat? Kérdezte tanácstalanul Bogyó. Bogyó és Babóca elindultak az erdőben. Hamarosan Millával, a hóbogárral találkoztak. Kedves Milla, valaki elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, ki volt az? Kérdezte Babóca. De igen, láttam. A szarka vitte el, arra röpült, válaszolt Milla. Tovább mentek. Most a kukaccal találkoztak. Kedves kukac, a szarka elvitte a sárga tálamat tele mézes kalácssal. Nem láttad, merre röpült? Kérdezte Babóca. Nem sokára meglátták Gömbit és Dömét, amint épp hóembert építettek.
Nem láttátok a szarkát? Elvitte a sárga tálamot tele mézes kaláccsal, panaszolta Babóca. De igen, láttuk, a patak felé repült, válaszolta Krumpli bogár. Nézd csak, Babóca, morzsák, erre röpült a szarka, kiáltott hirtelen Bogyó. Kövessük a morzsákat, és megtaláljuk a szarka odúját, javasolta a Katica lány. Így is történt. A morzsák elvezettek a szarka odújáig. A mézes kalács illata körbelengte a nagy fát. Bogyó és Babóca felmásztak a fára, és bekopogtak a madár odújába. Te vitted el a sárga tálamat tele mézes kaláccsal? Kérdezte Babóca, amikor a szarka ajtót nyitott. Igen, én voltam. Nagyon éhes voltam, megláttam a tálat és elhoztam. De visszaadom az egészet. Csúnya dolog elvenni azt, ami másé, mondta Babóca, és mérgesen hazafelé indult. Bogyó követte. Ugyan, Babóca, ne legyél ilyen haragos. Igaz, hogy a szarka elvitte a tálat, de vissza is adta. Majd biztos bocsánatot is kér, mondta a csiga fiú. Délután Bogyó és Babóca meghívták a barátaikat. Eljött Pihe, a lepke kislány, Baltazár, a méhecske, és Vendel, a szarvasbogár is. Körbeülték az asztalt, és falatozni kezdtek. Hamarosan halk kopogás hallatszott. A Katica lány kinyitotta az ajtót. A szarka toporgott félénken a házikó előtt, és egy nagy üveget szorongatott szárnyaival. Hoztam nektek csipkebogyó szörpöt. Magam készítettem idei csipkebogyóból. Kérlek, fogadjátok ezt el, és ne haragudjatok, amiért elcsentem a mézes kalácsokat, mondta a szarka. Kedves szarka, nincs kedved velünk falatozni? Neked is jut hely az asztalnál. A szarka nagyon megörült, és hamarosan már mind együtt ültek az asztal körül. Mézes kalácsot ettek, csipkebogyó szörpöt ittak, beszélgettek, nevetgéltek késő estig.